No, hát roppant boldog voltam, amikor megtudtam véletlen összefutván az Olival az Arany János utcai metró megállóba, hogy újra megvan ez a kötet, és hogy bemutathatjuk, mert ez nem egy, hanem legalább három szempontból fontos. Kávéház történetileg is, hát ha te ezzel kezdted, akkor maradjunk ennél. A hadik szempontjából, amelyik egyike volt a legfontosabb kávéházainknak, irodalmi kávéház, és majd mondom, hogy ezt milyen értelemben gondolom felgöngyölíteni ezt a fogalmat, mert ugye sokkal több kávéházunk volt, mint irodalmi kávéház, ez a két dolog még gyakran összefolyik, hiába mondjuk már 15 éve a Salin Noémival, hogy hát annyi költő és író nincsen, hogy 350 nagy kávéházat megtöltsenek, azért minden rádióriporternek ez az első kérdése, hogy az irodalmi kávéház és az irodalmi kávéház, mindegy. És hát az irodalmi önértékén túl a Karinti szempontjából is, ahogy mondtad, egy kulcs regényről van szó. Én nekem, miután kávéház történettel foglalkozom, ilyenkor mindig le kell győzni a csőlátásomat. Kicsikét úgy vagyok ezekkel a szövegekkel, mint annak idején a történészek a tulajdonságok nélküli emberrel voltak, hogy csak a KK-nél fejezetet olvasták, mert abból tudtak szakmailag profitálni. De irodalmilag is nagy élmény volt nekem így újra olvasni, előre bocsánthatom. Szóval ilyen fontosságú könyv, ami ennyire a mélyébe vezet egy kávéház belvilágának, az irodalmunkban most csak a jelentősebb szerzőket mondom, mert nagyon sok kávéházi tárgyú próza van, ami irodalmilag másodra vagy harmadrangú, de a jelentősek közül ugye említendő feltétlenül a Nagy Lajosnak a Budapest Nagy Kávéháza, ami a Kuczynski és a többi körúti Andrássy úti nagy kávéháznak a belvilágába visz, a Krúdinak a Diendre éjszakái, ami ugyanilyen fontos az Adinak a törzshelyi szempontjából, akkor a maga idejében kötetként meg nem jelent, hanem csak 15 éve létező Hunyadi Sándor Szűrve Habbal című mű, ez a New York szempontjából roppant fontos. És hát akkor jönnek a novellák vagy regényen belüli fontos fejezetek, mint mondjuk az Esti Kornélnak a híres New Yorkról szóló 5. fejezete, és a rengeteg-rengeteg kávéházi tárgyú publicisztika, kis próza legrangosabb íróinknak a tollából. Úgyhogy a Németh Andornak ez a foglalpálai története ott van a legfontosabb könyveknek az első sorában, és ezért roppant örülök, hogy a Szkolár kiadó vállalkozott a kiadására ilyen tényleg szép és igényes formában. Miután nem hiteles egy bemutatón egy könyvet csak dicsérni, ezért hagyd mondjam rögtön azt az egyetlen kifogást, ami nekem nem tetszik benne. Nagyon jó a borítónak a színkompozíciója, de én nem egy századfordulót idéző grafikát raktam volna oda, hiszen a két háború között vagyunk, hanem valami más. Ránézni, megfogni, lapozgatni, szagolgatni, így is roppant jó, de ezen túl egyetlen elütést találtam benne. És az én világon több hibát semmit. Köszönöm. Még majd szeretnék kérdést tölteni neked konkrétabban, de azt ajánlom, hogy most hallgassuk meg Karintitól a Nihil című verset, ami egy nagyon érdekes, majdnem avantgárd szöveg Karintitól, ami megkökentő, azon kívül pedig egy filozófiai vers, esztétikai kérdésekről szól, de ami az érdekes, és amiért szerettem volna, hogyha elhangzik, vagy szeretném, hogy elhangozzék, az az, hogy még ez is kapcsolódik a kávéházhoz. Akármilyen komoly filozófiai problémáról is, egzisztenciális problémáról van szó, még ez is kapcsolódik, úgyhogy kérem. Karinti Frigyes Nihil. Utoljára még elmentem volt szeretőmhöz, és beszélgettem vele a lépcsőházban. Bementünk, mert kint nagyon fújt a szél, és kemény csöppek estek.
Végleg elbúcsúztunk. Már nem szeretem. Aztán lementem a Rottenbiller utcán. Vettem gesztenyét, de nem tudtam lenyelni. Találkoztam Bíró barátommal. Bíró beszélt a neoimpresszionizmusról. Én mondtam, mindent abba kell hagyni. A művészetnek ne legyenek korlátai, se ütem, se vonal, se szín. Vagyis az a művészet, amit az ember gondol, és ha nem gondol semmit, az is művészet. És ha csak érez valamit, az is művészet. És ha neked nem, hát nekem. És ha neked ez nem képez művészetet, kedves Ernő, hát akkor nem művészet, nem is az a fontos, hogy művészete vagy sem, nem az a fontos. És ha ez nem művészet, hát nem az. De akkor nem is kell művészet. Mert az a fontos, hogy figyeljenek az emberek, és jól érezzék magukat. Bíró dühösen ott maradt az utcán, én meg bementem egy kávéházba. Akkor egy szélroham jött veszekedve, és bevágta az ajtót. A szélnek mondtam egy gorombaságot, kávét ittam, és olvastam egy lapot. Valami cikk volt a versköltészet céljáról, de nem egyeztem meg vele. Ja, igaz. A lépcsőházból lejövet, még ott volt szeretőmnél, arra gondoltam, hogy most meg kellene dögölni és kiölteni a nyelvemet. Elnézést, hogy közbeszólok, én arra gondoltam, az előbb gondolkoztam, hogy itt a férfiakhoz becsatlakozzam, hogy beszélgetünk olyan kötetekről, amiben mondjuk kb. Ezeket említenek, de ugye nekem már többször beszélgettük itt a hadik irodalmi szalon során hasonló témákról, múlt idézésről, és ugye akár Devecseriné kötete Búvópaták, akár Devecseri Gábor, akár Kosztolányi névi szemlékezésé, akár az én kedvencem, ugye az ítélet nincs Déri Tibor, hát egy őrült érdekes, hát nem csak fejezet van benne, ugye az igaz vagy nem igaz, mennyire igaz viszonya vagy részevő Marakával. Rengeteg írás, kötet, vagy akár Karinti Gábornak a bánat van a hadikhoz, a hadik főszereplőihez kapcsolódva, amit én igazán kedvelek. De azt gondolom, hogy ha rátérünk a könyvre, ami nekem az egyik legérdekesebb volt, vagy akár minden este, amikor itt vagyok a hadik kávéházban, vagy irodalmi estet tartok, nagyon-nagyon megható érzés, hogy olyan helyen ülni, ahol annó, vagy ahol a foglalt páholy volt, ahol ezek a nagyok, tehát Karintiék, Kosztolanyék, nem is csak kávéztak, hanem éltek, és itt folyt az élet. Tehát szerintem nagyon jó lenne egy picit arról beszélni, hogy hogy képzeljük el mi ma, mert ma egy kávéházba bejönni, azt hiszem, hogy egészen más jelent, mint annó jelentett. Tehát, hogy milyen lehetett annó a kávéházi élet? Egy pár szót szerintem erről beszéljünk, hogy milyen lehetett itt a hadik kávéházba az élet. Én nem szeretnék alszolni, ezek egy jó helyet. Sokkal jobban ért hozzá, de felolvasnék egy részletet a német Andornak a Karintiról szóló nekrológiából, amely részben szó szerint megismétlődik a foglalpáli történetében. Csak hogy képzeljünk el egy kávéházat? Tehát azt mondja, hogy a kávéház kopott és füstös volt, és fél év után 5 perccel minden nap sorra járta egy féllábú hadirokkant az asztalokat, aki egyszer, mikor Karinti azt mondta neki, hogy nincs pénze, felajánlotta, hogy hitelez neki. Na most, ezt csak azért idéztem, hosszasabban is idézhetném, de akarom, hogy ez most egy gyönyörű, szép, fényes kávéház, de kifejezetten kopottnak, füstösnek, és mai szóval lepattantnak írja le, nem? Na, ezt te tudod jobban, hogy végül is... Múlva is ezt írja róla, valóban ez nem lett volna, nem tűnt volna ki a többi 3,5 kávéház közül, ugye ennyi volt az első világháború küszöbére érve, és még a 20-as években is 200 körüli nagy. Amikor kávéházat mondok, az ugye minimum 150 négyzetméter alapterületet, minimum 4 méter belmagasságot és minimum 2 milliárd asztalt jelent. Ha ezek a feltételek, ezen feltételek valamelyike nem teljesült, az a hely csak kávémérésnek nevezhette magát a Berlinben levő iparjogi 1872-es iparjogi törvényen alakuló, meg megújuló rendeletek értelmében. Nagyon örültem Juhász annak kérdésének, mert ez egy roppant fontos helyzetet tárt fel, amiben mi vagyunk. Ugye mi vagyunk az utókor, az nem olyan könnyű jól
viselkedni utókorként, ha még az ember saját életet is akar élni, és ezt autentikus módon akarja tenni kávéházban, az meg még nehezebb. Így a harmadik évezred elején itt Budapesten, ezután, az 50 év után, amint kénytelenek voltunk átesni. Úgyhogy hadd mondjak jót a helyről is, nekem roppant tetszik, és nem is tudok Európában ilyen jellegű funkciómegosztási kísérletről, amit csináltak, hogy van ugye egy, ahogy a feleségem mondta, öreg uraknak való rész itt, és hölgyeknek, vagy fordítva, hagyományos interjőrrel, és ettől elválasztva a talp, az pedig hát inkább a mai romkocsma kultúrának a színeire, formavilágára, funkció együttesére hasonlít, ahhoz próbál alkalmazkodni, nem kevés sikerrel, mint ugye szintén tudjuk. És nagyon tetszik, hogy ott is a galérián kiállítások és irodalmi estek vannak, tehát nem szeparálódik a kultúra, vagy ide, vagy oda. Valamint a névválasztásnak a hagyománytisztelő gesztusa is jól sikerült, hiszen ugye, aki beleolvas kicsikét a Hadik történetébe, találkozni fog vele, hogy ez a bizonyos szatyorbár, ami nek a nevét most a Hosszanti rész viseli, ugye, ha jól tudom, az 1932. november 5-én nyílt, és a nyitás előtt a Kaiserburg belevitte a Karintit büszkén megmutatni, hogy néz ki annak a belsője. Akkor ugye hál' Istennek még nem voltak nylon szatyrok, hanem ilyen háns szatyrokkal vásároltak be a, hát nem az úriasszonyok, hanem a cselédek, vagy legfeljebb együtt. És a Karinti, és ilyennel volt kitapétázva a pince, és a Karinti meglátta, elnézést, aki már ismeri a történetet, annak ismétlés, belépve azt mondta, hogy úgy érzem magam, mint egy szatyorban lennék, és a Kaiser úr rácsapott erre a névre, és onnantól hivatalosan is azt a pincelést így kezdték nevezni, és ezt vette át a Hosszanti rész mai névként, úgyhogy ehhez gratulálok. Ahhoz már kevésbé, hogy a két térrész ezzel a paravánnal van elválasztva, ahol a nyugat nagyjai fizimiskájuk alapján korban nem egyeztethető állapotban a centrálnak a névtelen belsejében ülnek. Ezt már megszoktam, mert látom a nyitás óta, de kicsikét furcsáltam. De nem csak a nyugat nagyjai ülnek ott, hanem akkor térjünk rá szerintem a kötetre, mert ott ül ez a femme fatale középen, név szerint Bőmaranka, aki ugye a kötetnek számomra az egyik fő-fő szereplője. És amikor én először olvastam ezt a könyvet, illetve elkezdtem foglalkozni a Hadik kávéház történetével, akkor ugye, és ezt nem, hogy javítsanak ki, ha jól emlékszem, akkor úgy volt, hogy először a Hadik kávéház nem is a Karinti Frigyesnek vagy a barátainak volt a törzseje, hanem az úgynevezett verpeléti asszonyoknak, Bőmarankának és a barátnőjének, akik itt ide jöttek le délutánonként beszélgetni és megvitatni az élet dolgait, és aztán pedig átfolyt és elcsábították Karintit is. De javítsanak ki, én nem akarok okoskodni. Nem, így volt. Azért beleznai a kötetben a kávéház, mert ők egymás közt verpelétnek hívták, verpelét, és arra már hangtanilag haja ez a beleznai, aminek a Hadikhoz ugye semmi köze nincsen.